szeretném jelenteni, hogy jól dolgozunk. Jól, becsületesen és tisztességesen dolgozunk, sőt, jól, becsületesen, tisztességesen és jogszerűen dolgozunk. A legutóbbi időkben a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata kapcsán tett büntető feljelentések közül kettő is bűncselekmény hiányában jogerősen lezárult az erdészeti portfólió vonatkozásában. Hiszek benne és tudom, hogy a többi is hasonló sorsra jut. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy bizonyos újságcikkek kapcsán személyiségi jogi perek is indultak, amelyek közül van olyan, amely ugyan első fokon, de a jogszerűségnek és a keresetnek megfelelően, tehát az erdészeti portfólió érdekeinek megfelelően szintén lezárult. Azzal kezdtem a konferencia megnyitását, azt mondtam ebben a kis megnyitóban, hogy állandóan kihívásoknak vagyunk kitéve. Én úgy gondolom, hogy a közeljövőben is kihívásoknak leszünk kitéve. Ha csak arra gondolok, hogy a 22 állami erdőgazdaság közül 8-at is érint a kisvasutak kérdésköre, az ezzel kapcsolatos beruházási munka, az ezzel kapcsolatos jogi munka. Ugyanígy ugye minden folyamatnak van vége, még az emberi életnek is, hiszek benne, hogy a KEHI vizsgálatnak is van vége, és abban a szent pillanatban minden bizonnyal nagyon sok dolgunk lesz a KEHI jelentésekkel a cégeket érintő megállapítások kapcsán, mind jogi, mind gazdasági, mind pedig erdészeti szakmai szempontból. Éppen ezért úgy gondolom, hogy tekintettel arra, amit itt tanult kollégám is mondott, hogy itt most azért egy választási időszakban vagyunk, ennek a választási időszaknak a megnyugtató zárulása után én úgy gondolom, hogy egy újabb konferenciát fogunk összehívni, összerendezni, amiben a nagy beruházásokkal kapcsolatos jogi problémák, adott esetben a KEHI vizsgálattal kapcsolatos megoldások, illetve azzal kapcsolatos válaszok megfogalmazása lenne a témakör. Én kérem, hogy az erdőgazdaságok közül valaki majd vállalja el megint a házigazda szerepét, és ha már a házigazdát említettem, hadd köszönjem meg Göbölös Péter vezérigazgató úrnak, hogy a Gyulai ZRT ennek a jogi konferenciának helyet biztosított, és magas színvonalon megrendezte ezt a rendezvényt. Köszönjük szépen! Mindenkinek kívánok további szép napot, jó napot, és az ebédhez jó étvágyat. Köszönöm szépen!